A szabadtéri pályákon a Kiskút frissen felkerült csapata játszott OB1-es csapatbajnokit a Pasarétiekkel, a csarnokban pedig amatőr verseny zajlott, minden szint képviselve volt tehát a teniszközpontban. Direkt úgy csináltuk, hogy az amatőrök, azért tettük erre a hétvégére, hogy az amatőrök lássák egy kicsit a profikat is játszani, meg tudjanak szurkolni a csapatnak, és akkor így egy jó napja van mindenkinek. A fehérvári csapat újonc az első osztályban is rögtön az egyik legnehezebb ellenfelet kapta, ráadásul nem is tudott teljes kerettel kiállni a Pasarét ellen. Az amatőrök közben koedukált mezőnyben mérték össze tudásukat. Most kerültünk föl az OB2-ből, tehát újoncok vagyunk, ráadásul pont az egyik legerősebb csapattal, ez az első forduló, az egyik legerősebb csapattal kezdtünk, és két játékosunk pedig pont nem tudott eljönni, mert egyik Olaszországból tart hazafelé egy versenyről, a másik pedig érettségizik, úgyhogy így elég kevés sajnos itt az esélyünk. Reméljük a többi meccsen azért több lesz. Az amatőr verseny pedig 12 induló van a férfiaknál, köztük két nő, mert a női mezőn sajnos nem jött össze, és ők pedig csoportmeccseket játszanak, és onnantól kieséses. A papírformának megfelelően 8-1-re nyert a Pasarét a CB-ben, ezzel egy időben a csarnokban Horváth Márk bizonyult a legjobbnak az amatőr versenyen.